Hello, sziasztok! Már érzem, hogy az lesz az egyik kedvenc videó, amit, videóm, amit eddig felvettem nektek. Ultra hasznos lesz, be fogok találni, beviszem a mentális öklöst a gyomrodba, és a végén remélem, hogy csettinteni fogsz, és azt fogod mondani, hogy igen, ez most össze van rakva. Gyakorlatilag annyira motiváló lesz ez a téma, szerintem, hogy, hogy a legjobb kócsokat idéző ilyen Captain America, American zenét így be is rakhatnám a háttérbe, meg ilyen képeket. Jó, nyilván nem fogom, mert én lustább vagyok, meg nem is lustább vagyok, nincs időm vagdosni a hülyeségért, hiszen mégiscsak az a lényeg mindenféle zenemek meg bevágás helyett, amit mondok, már ebből fogsz tanulni. Ja, nézzük. Hogyan érheted el a pénzügyi felnőtt kort? Húha! Uh, és most tudom, hogy sokan azt hiszitek, hogy ti már pénzügyileg felnőttek vagytok, és miről fogok most beszélni, és be fogom neked bizonyítani, hogy nem feltétlenül, lehet, hogy tínédzser vagy, lehet, hogy még gyerek vagy, uh, és lehet, hogy felnőtt vagy, és ez tök jó, de egy útmutatót, egy irányt akarok neked szabni, nem szabni, nem szabni, hát az a te életed, tehát azt sem hiszem, amit akarsz, egy utat egy akarok mutatni, hogy, hogy milyen irányba érdemes keresdélni ezt a pénzügyileg, felnőtt létet. Öt pontot hoztam, öt, öt, öt gondolatot, szinte hallgassd végig, mindegyik gondolat arany, vagy azért, mert már gondoltál rá, vagy azért, mert mostantól fogsz. Egy, Netflix ezzel. Nyilván most Netflixet le lehet fordítani bármire az életedbe, de a legtipikusabb példa, amikor amikor már nem torrentezel, amikor van egy film, vagy éppen leülni és sorozatot nézni, és ez igaz zenére is, igaz bármire, akkor, akkor nem az olcsó, ingyenes megoldást keresed, hanem hajlandó vagy fizetni, és ezáltal felelősséget vállalni mindenért. Felismered azt a világban, hogy Valójában minden pénzbe kerül, és mindenért fizetned kell, így vagy úgy. És éppen a Netflix a kedvenc ilyen témám, ugye a Netflixnek az előfizetése egyébként nem lehetséges, 2-3 ezer forint talán, nem is értem, hogy miért nem fizettek elő, helyette sokan még tudom, mit csinálnak? Letöltik torrenten, amit meg akarnak nézni, tehát egyrészt kalózkodnak, másrészt felmennek ilyen online streaming oldalakra, ahol 3000 ilyen pornó videót, nem tudom, hogy kinek mit hoz fel, pop ablakot kell lenyomni, és még akkor se biztos, hogy működik. Aztán, ha meg lenyomod, elkezded a filmet, de megállítod, ráadásul rossz minőségben van a film, megállítod az egészet, meg ki WC-re, van, hogy meghal az egész, újra kezdheted a 3000 felugró ablakot, és a vírusok is így jönnek rád. Um, és tudod, amikor, amikor rájössz arra, hogy te ezt nem akarod, amikor már kellemetlenné válik saját magad számára, ott ülsz a kis gépek, és, és kellemetlen számodra az, hogy hogy ezzel szórakozol felnőtt ember létedre, és holott 3000 forintért ki tudod ezt váltani, akkor, akkor igen, és előfizetsz, akkor rá fogsz jönni, hogy igen, te felnőtt korba léptél. Amikor már felelősséget válasz. De ez ugye az igaz mindenre. Amikor már hajlandó vagy fizetni. Volt most a, a, a napokban, de nem ez elő szokott fordulni, mindegy, nem pénzügyel más-más témával kapcsolatban, én másra is foglalkozok, konzultációt kértek tőlem. Megkérték, hogy megkérdezte, megkérdezték, hogy, hogy lehetok -e menni vidékre, mondom, megoldható, nekem az egy óra út oda, egy óra út vissza, meg amit még ott beszélgetünk, és mondtam, hogy mikor lesz az ingyenes, tehát az milyen szolgáltatása van szükség, ami egyébként elvég alapból akar. És miután elmondtam neki, hogy de amúgy, hogyha nem lesz bizony szolgáltatás, tehát azt el kell dönteni, akkor, akkor pénzbe kerül az én konzultációm. Erre visszahívott, hogy, vagy hát igen, visszajeleztek, hogy hogy hát akkor nem vennék igénybe a szolgáltatásomat, mert, mert gyakorlatilag találtak egy ingyenes embert, aki úgy ingyen ugyanúgy lekonzultál uh, abba az adott területen, abba a tematikában, uh, mint én. És igazából ezzel most nem tudok haragudni, hát ez így van, uh, rendben. Nyilván én azt gondolom, hogy aki, majom, aki banánnal fizette, az ne lepődjön meg, ha majmot kap néha. Uh, de ez, ez abszolút nem, 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 felnőttes pénzügyileg, hiszen itt nyilván van akkor a pénz volt a kérdés. Uh, és remélem érted a mondani valót, uh, és ha nem spilázom túl. Tehát az a lényeg, hogy fizessél dolgokért, kezdj el felelősséget vállalni, és ne akar mindent ingyen megúszni. És ez nagyon fontos mindenben. Kettő. Én úgy hívom, hogy megértem az ikázásra. Uh, tudom, hogy nagyon szeretitek sokan az ikát, én is szeretem, de ez nem volt mindig így. Uh, én kifejezetten drágának tartottam az ikát, a többihez képest, ugye Mömax, mőbelix, meg a nem tudom micsoda. <kül> Ráadásul sok cucc nem is tetszett feltétlenül annyira. Hát úgy, úgy el voltam vele, meg a svéd húsgolyóért szerettem menni, a feelinget imádom, ami ott van, de, de úgy nem fogott meg. És azon vettem észre magam, hogy most már egyre inkább nem tudom elképzelni azt, hogy ne az ikába vegyek bizonyos dolgokat. Uh, holott tudom, hogy drágább, de azért, mert most már a, az árszemléletemet elkezdte felváltani a minőségszemlélet. Én azt tapasztaltam az elmúlt években, és most megint csak kilagadok egy példát, hogy vizualizáljuk. Azt majd te tudod, hogy a te életedben ez micsoda. Uh, azt vettem vissza a saját életemben, hogy, 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 amit az ikába vettem, az a nem volt gondom. Az, az mind működött. Amit máshol vettem, olcsóbban, azzal mindig a nyűg volt a gond volt, és végül sokkal többet fizettem rá, mint amennyit szántam, meg mint amennyi az árcetli volt. Uh, tehát erre mondom azt, hogy megértem az ikázásra, és és, és azt kívánom, hogy érjél meg rá, azaz kezdj el minőségben gondolkodni, és, és fogadd el, hogy a minőségnek ára van. Uh, és ez nem rossz érzéssel töltsön el, hanem egy lehetőségnek arra, hogy kompromisszummentesen uh, tudjál jó dolgokat teremteni. Három. Uh, hát igen, nem akarsz megfelelni másoknak. Uh, itt most érdemes például, most, nagyon most, pont most vettem sálat, uh, gyakorlatilag olyan árkategóriába vettem. Tehát te tudnod kell, hogy nekem vannak sájaim, csak so, te, tekem, nekem ilyen nyári sáljaim vannak egyébként, tehát az a sztori, nyáron mindig előkerülnek a sájaim télen sose. Na már most, most hogy youtube azok is nektek, meg amúgy ilyen sokat tárgyalok, beszélek. Ez nekem fontos az, hogy azért ne nyomba a torkom, már meg a torkom nagyon érzékeny télen, állandóan be van gyulladva. Ez nem ilyen standard. <coughs> És uh, most úgy döntöttem, hogy jó kell sár. A, a sálom az, deg, vagy a feleségemnél, andal, az mindig behúzza, vagy eltűnik a szekrénybe, nyáron a pakolásnál előkerül. Uh, és megint így jártam, hogy, hogy nincs sálom, mondom elmegyek, veszek, akkor valami jobb cuccot, Uh, nyilván a minőség, minőségi dolgot, nekem volt egy elképzelésem arról, hogy mennyire legyen puha, jó tapintás, és nézzen is ki jól. Uh, és hát egy körbejártam konkrétan a, a komplet outlet sort Biatorvágyon, és nem hiszed el, egyszerűen sehol nincs. Mert most azt, hogy most rá van írva, hogy Tommy Hilfiger és 16 ezer forint, és, és amúgy meg még nem is néz ki annyira jól, azon kívül, hogy hatalmas lógóban van, hogy én a Tommy Hilfiger brandjét használom. <coughs> és anyagban se volt nekem megfelelő egyébként, de hát nyilván másnak más a preferenciája, innen vettem meg, de ugyanígy igaz, bementem Bugatti, Hugo Boss, mit tudom én milyen márkákat is néztem, és végül vettem hasonló árkategóriában egy sálat, aminek baromra nem tudom, hogy mi a márkája, tehát annyira nem, hogy itt van most előttem, és se tudom, hogy mi a márkája. Valami má alternatív márka lehet, nagyon jól néz ki, ugyanaz az áron, picivel volt olcsó, most értsd, mit tudom, Hilfiger volt voltak 13-15 ezerért, én meg 10 ér vettem ezt. De most 3 ezer pontot már átdobok, hogyha nagyon Hilfiger sárat akartam volna, vagy boszt, vagy akármit. Nyilván nem ezt akartam, hanem azt kerestem, hogy jól nézzen ki, ne legyen ripacs, ne legyen hivalkodó, jó legyen a tapintása, tehát hogy volt egy preferenciám. És pontosan azért nem akartam másnak megfelelni. Nyilvánvalóan ezzel szemben sok olyan felnőttnek gondolt nagy gyereket látok, aki ekkora lógó, tehát csak a lógó, csak a, csak, a, csak a márka. Van Facebookon egy ismerősödnek a férje például, néha látom, most nem megbántásként. Már nem, nekem, nekem tűnt fel, pedig nem is van az embert, a csajjal pedig tíz éve nem beszéltem. Néha feljönnek a képek, és egyszerűen Nekem feltűnt, hogy a pasén csak gent póló van. Tehát csak. Tehát, tehát megnéztem 40 képét, nem most már érdekel, és 40 képen csak gent. Tudod, amikor már nem azért veszel valamit, mert jól néz ki, tetszik, kényelmes, hanem mert ott a biléta, és én elköteleződtem valami iránt. Mert másonak így megfelelni egyébként. Na, a pénzügyi felnőtt akkor éred meg, hogyha ezt így elengeded, el tudod engedni, és és tényleg olyan cuccokat veszel, olyan dolgokat bármi legyen, ami neked jó, neked okoz örömet, és nem az, nem által okoz örömet, hogy, másnak, hogy mások hogy néznek rád, hanem a saját magadnak a jó érzés felvenni, hordani. Érted a, a, különbséget? Érted. Négyes. Most csúnyán fogok beszélni, tudom, mert van, aki nem szereti, mások meg azt mondták, hogy nagyon szereti. A BMW-s köcsögön csak mosolyogsz. Bocsánat a BMW-sektől, egy, egy sztorim van ehhez, és akkor meg fogod érteni, nyilván nem minden BMW-s igaz ez, akinek nem igen veszi magára. Nálunk a parkolóházba, nem tudom, mindig a BMW-sek parkolnak hülyén, már, már volt konfliktus régebben, és mindegy, azt megbeszéltük, most, most jött egy újabb versenyző, egy újabb bajnok akinek sikerült a parkolóházba, van ugye a kanyar, ahogy így jössz fel, és így a kanyarba így beparkolni. Tehát nem egyszer, értsd, szinte már két hónap ott parkol, tehát konstant sott parkol. Tehát ugye a kanyarba, hogy te jó, elférsz mellette, ha nagyon akarod, csak érted, amikor van egy félig üres parkolóház, és akkor jön a, parkolóba, parkolóbajnok, aki beparkol a, a kanyarba konkrétan, az az, 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 nem szerencsés. És nem én szóltam, vagy egy ilyen lakó csoportunk, és, és másnak, másnak is, másnak is ez zavart, hogy, hogy, hogy egy félig üres parkolásban miért kell ennyire látványosan. Na hát a gyereknek a, a reakciói, elmondom, mik voltak. Kapjátok be. Én fizetem itt szerintem a legtöbb közös költséget, így én ezt megtehetem. Sőt, nekem még van még egy BMW terepjárom is van a parkolóházban, és néha azzal is odállok. Tehát, hogy érted, hogy a pénz, 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 tehát mindig a pénz uh, volt. Uh, és, 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 valóban ez azért bicska nyitogató tudni egy lakóközösségbe, miért? Mi, tehát, miközben van ahhoz, a, tehát annak, hogy te parkoló bajnok vagy, miközben az, hogy te mennyi közös költséget fizetsz, hogy milyen autód van. Uh, számomra ez nulla, és én ezzel úgy röhögtem. És, és tudom azt, hogy régebben én ezzel úgy felhúztam volna magam, vérnyomásom 280 lett volna, és úgy elküldtem volna melegebb éghajlatra, doha nem velem vitatkozott, tehát nem én, nem én írtam, nem én vitatkoztam vele, de elküldtem volna, most meg elolvastam, és, és bokámat fogtam a röhögéstől, mert, mert az ilyen típus emberek iránt szánalmat érzek. Ez kurva gáz. Hogy hogy, 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 kapsz egy kritikát, mert tudod és ő valamit szabálytalan csinálsz, és a az is állsz valamit szabálytalanul, mert te úgy érzed, megteheted, mert te mindenki felett állsz, mert neked van pénzed, ez szánalmas, tehát ez, ez valljuk be őszintén, és hogy utána nem tudsz, mondani, hogy mondani, bocsánat, és odafigyelek legközelebb, az meg aztán fullgáz. És, 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 érted, hogy, hogy ezen, ezek az embereket tudják röhögni. Mert ugye ami, tehát van egy ilyen a, a dolog a mi társadalmunkban, hogy vannak a gazdag, vagy köcsögök, meg a szegény mi, fiam, bo, mi fiaink borjai, ugye? Uh, és hogy ugye ezt így el kell tudnod engedni, hogyha már egy, a, te is pénzügyek fejlődnötté akarsz válni. Mondom ezt úgy, hogy a gyerek legújjával, építőkockával játszok itt közben. Uh, tehát ahhoz azt kell tudnod, hogy, hogy ezeket az akadályokat, amikor ilyenetlen szembesülsz, már röhögni tudjál leszed, és, és, így elenged, és ne, ne rá a kisebbség érzésedet, ne el számolni, hogy neked mennyi pénzed van, te mennyi közös költséget fizetsz, neked milyen autód, ne kezdj összehasonlítani. Egyszer engedd el, röhög rajta, szuszá, és, és, ennyi. Na, akkor is felnőttél válsz, ha ez, ez ösztönből jön neked, addig még tudatosan dolgozzál rajta és öt, Csak hogy én minden videómban be tudjam suvasztani, az csak azért akkor ide nektek. Legyen pénzügyi terved. Na, egy gyors, gyors közvélemény kutatás, már a IFE Facebook zárt csoportjában is megfeltettem a kérdést, és nagyon sokan írtátok, hogy érdekel. Itt is írj meg kommentbe, mert van ilyen tervem, hogy a exkluzív oldalamon, van a patreon.com, ez így linkben lent megtalálod. Exkluzív tartalmakat osztok meg veletek, nagyon jól összeszedett hasznos pénzügyi infókat, amivel jobb lesz a te életed, és most az a agymenésem támad, hogy mi az elmúlt két éven baromi mozgalmas volt, és nagyon szuper, meg nagyon rossz, meg majdnem csődbe mentem, meg nem meg aztán nagyon nyertem. Na mindegy. Tehát nagyon sok dolgot, ilyen hullámvasúton ültem, és, és olyan sztorikat tudok mesélni, hogy, hogy, elájulsz, és nagyon hasznos lehet, ezért úgy döntöttem, hogy megkérdezlek titeket, mit szóltok ahhoz, hogyha ebbe az előfizetői exkluzív tartalomba egyszerűen csinálnék egy hosszabb videót, több videót is hosszabban, be elmesélném nektek az én pénzügyi stratégiámat a következő tíz évre, amiből már lement másfél év és már látom az eredményeket, meg a buktatókat. Mentél így időarányosan. hogy, hogy a saját sztorikat, és valós sztori, tehát hogy, hogy valós adatokkal, nem csak én általában, meg általánosságban, vagy szokták, ugye, hanem konkrétan, meg elmondom, hogy én hogyan trükköztem, mivel trükköztem, ö, hogyan, hogyan sikerült megvalósítanom a nullából a valamit. Uh, tehát ezt így mind elmondom, ez érdekelne titeket? Az előfizetői tartalom ebben a csoportban egyébként 5 dollár per hó, tehát annyira nem durva összeg, hogy ha csak egy tippem, egy anyag betalál, azzal érted százezreket nyersz, tehát ez egy vicc összeg. Kérdés az, hogy téged érdekelne, ezt írd meg kommentbe, hogy lássam, hogy van -e erre kereslet, mert ez meló megcsinálni. Na mindegy. És akkor hát ugye az öt, hogy van-e pénzügyi terved, és hát ez kapcsolódik, hogy neked van-e terved, van-e célod, jól meghatározod a tervedet, reálisan, ugye, likostratégia. Ez is benne van a, elérhető már ez az anyag, mi az, hogy likostratégia hogy, hogy stratégia mentén, és hogyha jól a céljaidat, az időtávot, hogy milyen időtávba tudod elérni azt, amit szeretnél, és ehhez van -e egy terved, hogy hogy, hogy fogod megvalósítani? Ö, ez valami fontos, hiszen azt látom, hogy amikor csak azt mondod, hogy ha hát én szeretnék egy lakást, de semmi ötleted nincsen hozzá, hogy ez hogy lesz, miből lesz, na, ebből nem lesz soha lakás. Ö, tehát pénzügy felnőtt akkor leszel, amikor így kezedbe veszed a dolgokat, és és küzdesz a céljaidért, de, de, de stratégiai szinten is küzdesz a céljaidért, és nem csak bele a nagyvilágba. Na hát ez azért öt pontom ahhoz, ami azt gondolom, hogy ha ezeket eléred, akkor te például pénzügyileg elérted a felnőtt kort, uh, írd meg te kommentben, hogy még kell értesz egyet, még kell nem. Tennél le hozzá pontokat, vagy elvennél -e belőle. Nagyon örültem, hogy egyébként így nézted a videót, és eljutottunk idáig. Szép napot kívánok! Hello!